Lipők Sándor, Kemecse polgármestere, nagyon nagy mosoly van polgármester úr arcán, hiszen egy olyan dolog történt most az elmúlt hetekben, hónapokban itt a városban, ami az ön gyermekkora óta sem. Mi ez? Hát a 3823-as számú útnak, ez azt jelenti, hogy a Paszab-Tiszabercel-Nyírbogdány összekötő útnak a felújítása zajlik, amely Kemecsét is érinti, belterületi szakaszt is érinti, és hát úgy néz ki, hogy befejezés stádiumába érkezik lassan ez az útfelújítás, és ennek az örömünknek szerettünk volna a sajtó előtt is, a sajtó nyilvánosság, az ország nyilvánosság előtt számot adni, és szerettük volna ezt az örömünket mindenkivel megosztani, hiszen a helyi lakosok nagy-nagy örömére és megelégedésére befejezés stádium előtt áll ennek az útszakasznak a felújítása. A bevezető köszöntő beszédben elhangzott egy személyes momentum, hogy polgármester úr itt született. Igen. 30 méterre itt a hátunk mögött, mellettünk, és hogy polgármester úr sem emlékszik arra, hogy ez az útszakasz bármikor ez idő alatt fel lett volna újítva. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül 4 évtizedet tudunk visszaemlékezni a település útfelújítása tevékenysége tekintetében, és azt jelenti, hogy 4 évtizede ennek az útnak a felújítása nem történt meg, úgyhogy 4 évtizedet vártunk arra, hogy ilyen mértékű és ilyen minőségű útfelújítás nem volt ezen az útszakaszon. Kemecsélyek hogyan... Bocsánat? Igen, nyugodtan. Kemecsélyek hogyan reagálták, mennyire voltak türelmesek? Azért itt nagyon komoly munkák folytak, és hát biztos kellett egy kis... A kemecsélyek türelmetlenek voltak addig, míg el nem kezdődött az útfelújítás, hiszen rengeteg lakossági észrevételt, aláírásokat kaptunk testületi üléseken, szinte minden harmadik, negyedik testületi ülésen foglalkoztunk az útszakasz minőségével, problémáival, közmeghallgatáson előkerült, és hát nagy-nagy türelemmel viseltettek és fogadták az útfelújítási munkálatokat. Ezúton is szeretném megköszönni az ők türelmét és kitartását, és hát véget ért, most már birtokba vehetik, most már a festés és kis helyreigazítási munkálatok vannak folyamatban, ehhez kérnék még egy kis türelmet, támogatást.